Idén július 8-a és 14-e között 12. alkalommal várja a zeneszerető közönséget a Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A névadó Szepesi György évtizedeken keresztül meghatározó egyénisége volt Eger kulturális életének. Az idei fesztivál zenei kínálatáról Gonda László zenész előadó művésszel beszélgetünk. Szervusz, köszöntünk itt a Strand stúdióban. Ugye először egy találkozó volt. Hogyan nőtte ki magát az egész programsorozat fesztivállá? Hát igen, az első évben 12 évvel ezelőtt egynapos találkozó volt az Agria Parkban, de itt vissza is fogom majd csatolni, és most én is, amikor állítottam össze az anyagot, hogy lesz egy fotókiállítás majd, 12 év termését szeretnénk összegezni, megmutatni. Igazából tényleg elcsodálkoztam, hogy mennyi minden történt a 12 év alatt. Mivel bárzenésznek is tartom magam, és az is vagyok a pedagógus pálya mellett, úgy gondoltam, hogy mivel láttam, hogy nagyon nagy igény van erre, imádják az élő, szórakoztató zenét, és akkor egy picit úgy pódiumra emeljük ennek a rangját, ne csak az legyen, hogy hú, elmuzsikálgat valaki egy szállodában, hanem mutassuk meg pódiumon, és ismertessük meg, örökítsük át a jövő nemzedéke számára, és akkor így jött az ötlet, még Gyuri bácsi, Szepesi Gyuri bácsi, Gál Gaston, Bíró József, tehát helyi zongoristák, zenészek benne voltak ebben a partiban, és utána viszont mérve és látva a sikerét ennek a dolognak, a pozitív visszajelzés, ezért ezt folyamatosan bővítettük. Volt egynapos, kétnapos, hát most már egy hetes, és nagyon büszke vagyok erre a rendezvényre, hiszen az elmúlt 11 év alatt 57 koncert volt itt a városban, és hát majdnem 300 fellépő művész, aki az ország tényleg színejava legjobb művészei ebben a műfajban látogattak el, de voltak konferenciák, volt több mint 21 előadó, úgyhogy sok mindent csináltunk az elmúlt 11 év alatt, és hát elérkeztünk a 12. alkalomhoz az idén. Szepesi György nevét viseli. Miért éppen őróla neveztétek el ezt a, vagy nevezték el ezt a rendezvényt? Én nagyon hálás vagyok Gyuri bácsinak, így mondom, Szepesi György művész úrnak, hiszen a mesterem volt. Tehát én jártam hozzá 4 évig jazzzongorázni, és megismertette a könnyűzene alapjait, és tovább lökött, nagyon-nagyon szerettem őt, illetve hát szerették itt Egerben is, tehát ő egy köztiszteletben álló, kiváló művészember volt, aki mint zeneiskola igazgatóként is nagyszerű volt, a szimfonikus zenekar élén is állt, vagy dolgozott a szimfonikus zenekarban zenekarért, és hát bárzzongoristaként, jazzmuzsikusként is kiváló volt, tehát tőle egy tartalmasabb, intelligensebb, tehát éppen amit megfogalmaz a fesztivál, az arca Gyuri bácsi lett, nagyon boldogok vagyunk, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon méltó az ő neve ehhez a fesztiválhoz. Minden évben kiemelten foglalkoztok egy-egy művésszel. Idén kinek a munkássága áll a középpontban? Hú, hát igazából most már puskázok is, hogy kik fognak jönni, mert azért az egy hét alatt minden lesz. Vannak állandó társaim, a zenekari tagok, akik velem tartanak, illetve hát az Egri Zenészek Egyesületében Báder Ernő kollégám, akivel együtt dolgozunk évek óta, tehát vannak állandó segítőim, művész kollégák, akivel együtt játszunk, de mindig keressük azt, hogy legyenek újabbak. Újabbak az azt jelenti, hogy viszi majd a rendezvény hírét az országban, tovább élteti. Hát például tegnap volt a próbájának az egyik koncertnek, és itt a Varga Viktort kiemelném, tehát egyszerűen annyira fantasztikusan énekel, és majd hallhatja a közönség holnap után. De hát új színfolt például Báder Mari, aki egy kiváló bárzenész hölgyről van szó, úgyhogy keressük az újabb-újabb arcokat, de hát itt nagyon-nagyon komoly nevek lesznek, mint Pándi Piroska, Lizdíjas énekes, tehát sok-sok újat keressük a lehetőséget, ismerkedünk és éltetjük ezt a zenét. Mit tapasztaltuk egyébként, hogy milyen korosztály számára igazán élmény ez a zene, melyik az a korosztály, amelyik leginkább érdeklődik az ilyen típusú zenére? Azt gondolnánk, hogy az idősebb korosztály. Én nem arra gondoltam egyébként. Hál' Istennek, akkor örülök neki, de általában azt mondja, hogy bár zene, hát egy picit távolabb az emberektől, és hát azért is jött létre ez a fesztivál, hogy megmutassuk és a fiatalabbak is megismerjék. Minden korosztályhoz tudunk szólni, és hogyha látjátok a programot, hiszen előttetek van és szívesen beszélek róla. Nyitottak is rá egyébként a fiatalok? Tehát nyitottak, érdeklődők is. Nyitottak, és olyan előadókat kell hozni, akik elénekelnek, mint a Varga Viktor például, elénekel jazz, vagy
olajbolya most nem lesz benne, de vele is sokat szoktunk dolgozni. Szóval akik a fiatalok, vagy Orsova Irene például fiatal énekesnőről van szó, akik a fiatalokhoz szólnak, bevonzák olyan műfajokat, énekelnek, ami lehet, hogy egy pillanatig, vagy pillanatra idegen, a jazz, vagy ez a fajta bárzene, és így a fiatalokat is vonzuk. Minden korosztály megtalálja magának valót a rendezvényeket. Az imént a megismerést említetted. Mondjuk Magyarországon milyen hagyományokon alapul a bárzene? Vannak nagy ikonok egyébként. Alapvetően volt egy időszak, amikor szerintem, tehát most kezdi reneszánszát élni, és megint úgy érzem, hogy igény van az élő igény szórakoztatásra. Hát kiváló előadók vannak, tehát itt nagy nevek voltak, mint Seres Rezső például, Karári Katalin, tehát Báromban is énekeltek, amellett a színészek voltak. Igazából van hagyománya, de alapvetően ugye Amerikában például a jazzt játszanak a különböző vendéglátóhelyeken, magas színvonalon. Tehát Amerika az például egy jó kis hazája ennek a fajta műfajnak, de Magyarországon is egyébként imádják, szeretik. Jó múlttal rendelkezik, de ezt tovább kell örökíteni, meg kell ismertetni ezeket a neveket, előadókat. Most is lesz például Horváth Jenő, Seres Jezső alkotás is az egy hét alatt, úgyhogy van jó alap, és tovább kell nekünk megmutatni a jövő számára. Idén egy fotókiállítás is színesíti, igen, majd a programot. Mit tudhatunk erről a kiállításról? Hát az előbb beszéltem erről, hogy a 12 évet fogjuk összegezni. Ez az Agria Parkban lesz, az Agria Parkban indult a rendezvénysorozatunk 12 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag ott bemutatunk fotókat, mi történt, meg lehet nézni, lesz egy kiállítás, megnyitó alól Tasi Lászlóné, Margitka és Gyuri bácsi lánya, Szepesi Andrea fogja a kiállítást megnyitni, picit muzsikálunk is majd, az augusztus 7-ig lesz majd látható az Agria Parkban, érdemes eljönni megnézni, tök jó fotók készültek, és akik voltak, felelevenednek az emlékek, akik meg nem voltak, azok nézzék meg, hogy mit csináltunk az elmúlt évek alatt. És a zenészekkel, előadó művészekkel mely helyszíneken találkozhatunk? Igen, nagyon kedvelt helyszín az Érsekkel, tehát ugye most lesz, indul majd az Egri Bor ünnep, ott fogunk indulni, egyébként ennek is nagyon örülök, hogy azért Egerben is össze tudunk fogni, a különböző műsorokkal jól harmonizálunk, Tarsó Józseffel és ezzel a programmal már évek óta közösen jelen vagyunk. Gyakorlatilag ők mikor befejezik, majdnem mi szombat este fogunk, akkor mi meg indítjuk a fesztiválunkat. Tehát lesz egyrészt július 8-án péntek este 8 óra 30-tól, 8:30-tól játszunk. Ebben lesz Majsai Gábor, Báder Mari, Orsova Irene, Varga Viktor. Utána lesz szombaton kiállítás megnyitónk, ez az Agria Parkban lesz, és utána egy nagyszerű, picit színházi előadás is lesz. Ez a Szent Imre iskolának a Kossuth Lajos úton az udvarában, Agria nyári játékok színpada egyébként. Ott lesz a Gonda Színház, volt egy sorozatom, amiben 8 előadásot imádták az emberek, nagyon szerették. Például olájbolya. Igényelték ezt a történetet, hogy menjen tovább, és hát itt majd egy Dossa Sándorra fogunk emlékezni, aki hasonló kvalitású, mint Szepesi Gyuri bácsi, tehát keressük mindig, hogy újabb-újabb arcokat ismerjünk meg, mutassunk meg közönség számára, de ilyenekkel emlékszünk rá, mint Bódi Magdi, fantasztikus jazz énekesnő, Pándi Piroska, Csengeli Attila, Straub Dezső, Báder Ernő, tehát érdemes lesz eljönni, erre jegyet kell váltani, tehát még lehet lépni és jegyet vásárolni. És utána viszont hát a főhelyszínünk az a Kisdobótér. Egyébként azt a helyszínt szeretjük a legjobban, a legideálisabb. Hangulata is olyan. Hangulata olyan, hogy körbeülnek, zene szól, de nagyon magas színvonalú koncertek lesznek, mint Iván Szandra, Jász Andris, fantasztikusak. Akkor ezen kívül Gregor Bernadettel lépünk megint színpadra. És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egy világsztár is itt lesz Egerben, hiszen Robi Lakatos, fantasztikus művészről van szó, meglepetés vendég is lesz majd a társaságukban, zenekarával muzsikál, Barát Zoltán rendezésében, ő fog beszélgetni majd a művész úrral, úgyhogy itt minden lesz. Hát nagyon gazdag programot sikerült összeállítanatok. Mindenképpen érdemes lesz kilátogatni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.